létezését, tehát végig a hatalmasítást hosszú folyosói, majd évről évre egyre otthonosabban mozogtunk az iskola falai között. A szüneteket szórakozással próbáltuk eltölteni. Valószínű, mindenki ilyen ott hagyott a Kérdezisztől és a United Cocktail. Rengeteg új élményekre gazdagodtuk a közös bulimozások, mozizások, kocsiázások, sütögetések, hozzákirándulások és természetesen a szalad közös során. Nem felelkezhetünk meg a minden viszont megmozgató, nagy erőfeszítést igénylő táncolákról sem, amelyek szintén elősegítették a jó szájkosség kialakulását. Ezt a két fiú barna, a buzaját és a napja szembenállása sem tudta megtörni. Próbáltunk mindig egyre ajándékokkal előrukolni tanárainknak. Erről sokat tudna mesélni Magyar és Seres Mariana és Dr. Majorosi Bárdi tanárnő, aki párvázatos májusában jövőködhetett együttben. Nagy Robert tanár úr, aki egy újikkal és hiányokkal viszített autóval és személyéről szóló Budával gazdagodott, valamint Molnár András tanár úr, aki megkóstolhatta a Námási Olivier értető nevűt. Ezúton szeretnék megköszönni tanárainknak kitartó munkájukat, amelyel hozzásegítettek minden céljaik eléréséhez. A jövőben mindannyian örülnek fogunk visszatekinteni iskolánkra, ahol felnőtté válásunk. A Sós Gábor Alapítvány díjazottjait, Bódi Judit, a Sós Gábor Alapítvány díjazottjait.
az alapítvány jutalmait vehetik át diákjaik. A 12. áosztály díjazó tanulói. Károly Kincsőn. Jó tanulmány eredménye, német nyelvi UKTV való eredményes szereplése, közösségi munkája jutalma az iskola értékére, valamint a tanfestület dicsérete. Kúri Anna. Jeles tanulmányi eredmény, példamutató magatartás, szorgalom, aktív osztályközösség tevékenység jellemezte középiskolai évei alatt. Ő tanulna díszdobozós különbségére és a tanfestület dicsérete. Károly Kincsőn. Kúri Anna.